Budapestről indul az a történet, amelyről a filmünk szól, a reformátusok Szabó családjának a története. A 40-es években itt teológus Szabó Imre és Szabó Éva, és az a templom, ahol most állunk, a fasori református templom, egy nagyon fontos kiinduló pont Szabó Éva néni életében. Édesapja, Szabó Imre Esperes felügyelete alatt itt végezte első szolgálatait a leánykörben és a gyerekmisszióban. Mind a ketten azután egyéb missziós szolgálatot is vállaltak Budapesten és környékén, és ezután kerültek Sárbogádra. 1952-től 1986-ig voltak a gyülekezet lelkipásztorai. Az édesapám hagyott rám egy testamentumot. Én fiatal lánykoromban teológiát elvégezve misszióba dolgoztam, a lánymisszióba, és az célom az volt, hogy a háború utáni szenvedésekből kikerült leányok megismerjék Jézus Krisztus személyes megváltójuknak, evangelizációs munkát végeztem, és édesapám azt mondta nekem, hogy kislányom, maradj hű az evangelizáció szolgálatához. Édesapámnak ez a nagy feladat adatott meg, hogy Budapestet lelki központtá, reformátusság lelki központjává alakíthatta meg. Mikor ő Budapestre került lelkésznek, igazából véve három gyülekezete volt Budapestnek, Óbuda, Buda, Kálvin tér, és a többi csak prédikáló állomás volt. Édesapám lett a budapesti egyházmegye első esperese, és az ő ideje alatt a 18 gyülekezet alakult, ebből 8 vadonatúj templom épült meg, és a legkiválóbb igehirdetők foglalták el gyülekezeti lelkészi helyeket. A szíve vágya az volt, hogy ne csak Debrecennek, Pataknak, Pápának legyen teológiai központja, hanem Budapest is egy teológiai központ legyen, és ehhez szükséges volt, hogy egy gimnázium is alakuljon, egy új gimnázium, mert a régi épület már szűk volt és romos volt, nem volt alkalmas arra, hogy egy nagyszámú diákságot befogadjon, és a háborús időkben, a legnehezebb körülmények között csodálatos adakozás indult meg az új gimnázium megépítésére, és az utolsó, a háború utolsó évében, illetve 43-ban fel is avatták ezt a ugyanabban az utcában, csak a Dunához közelebbi telken ezt a gimnáziumot. Máshonnan indult Imre bácsi, honnan látja ezt, hogyan látja ezt az indulást a felesége indulásához képest? Igen. Hát az ő családja, tréfásan szoktam mondani, hogy az egy arisztokrata család volt az én családomhoz képest, mert én hát falusi proletár gyerek voltam. Apám úgy van beírva a keresztlevelembe, hogy apám napszámos. Hát körülbelül ez is volt. Hamar elhalt, és akkor anyám elment Nagybecskerekre a városba szolgálni. Különben a szülőfalum az Békés megyéből települt Bánátba, a zsíros, fekete földű Bánátba. Magyar Itebe a neve, ma is még Ísen beszélnek, idesanyám, így szokták mondani, és emlékszem a gyerekkoromban, mikor hazajött valaki Itebére, és E-vel beszélt, akkor azt kinevettük mi gyerekek. Szóval édesanyám cseléd lett Nagybecskereken, és akkor én a nagyszülőknél maradtam Itebén, és mikor ők meghaltak, akkor, ahogy mondta, mindig nem akart árvaházba adni, hanem akkor hozzám ment az első kérőjéhez. Addig, mint szép fiatal özvegyasszony volt, sok kérője volt, és akkor hát hozzám ment a legközelebbihez, aki jött, én miattam.
Hát bele is tenyerelt, mert ez egy nagyon rettenetes ember volt, iszákos ember volt. Sokat szenvedtünk alatta. Én hát azt köszönhetem neki idézőjelbe, hogy kivett az első a gimnáziumból, és odaadott könyvkereskedő Inasnak. De hát ezt vesztére tette meg, mert a könyvek között annál inkább kívántam a tanulást, a szellemet, és egy szerb könyvkereskedésbe kerültem különben, tiszta szerb könyvkereskedés volt. Hát a Síranak a papok című könyvemben leírtam erről is egy-két dolgot, hogy például mikor Sándor király ellen merényletet követtek el Marseille-be, akkor egy nagyon ilyen magyar üldöző korszak volt a régi Jugoszláviában, és akkor azzal szórakoztak az én üzletembe, hogy engemet, mint kis magyar Inast megfogtak, és a nyakamat oda szorították a pulthoz, odaírták egy körbe, hogy én szerb vagyok, és hát addig nyomták a nyakamat, míg azt meg kellett volna, hogy csókoljam, és mondjam, hogy szerb vagyok. De ezt nem csináltam meg, és akkor egyszer csak hetek múlva azt tettem észre, hogy már nem is tudják lenyomni, mert annyira megerősödött a nyakam, és hát így mondom ezt, hogy a szerbek csináltak belőlem vastag nyakú magyar kálvinistát. Nagyon érdekes, hogy az akkori Jugoszláviában két magyar szellemi központ volt a Vajdaságban, az egyik Szabadkán, az egy baloldali szellemi központ volt, a másik Újvidék, az egy jobboldali, egy nacionalista. Hát mi, a nagybecskerekiek a szabadkaiak hatása alatt voltunk, és ez azt jelentett, hogy a könyvtárban egyidejűleg, ahogy Pesten, ott lent a könyvtárban is megjelentek a népi írók könyvei, úgyhogy én 17-18 éves koromban Féja Géza könyvét olvastam, meg Kovács Imre könyvét. Én mindig templomba járó gyerek voltam, kicsi koromtól kozva, pedig a szüleim nem voltak vallásos emberek. Apám mindig avval dicsekedett, hogy ő akkor volt templomba utoljára, amikor esküdött. A születésemtől fogva vallásos gyerek voltam, és én pap akartam lenni, de 41-ben, mikor a magyarok bejöttek Bácskába, akkor én ott találkoztam egy fiatal tiszttel, egy hódmezővásárhelyi fiú volt, és az mondta, hogy hát, és jóba lettünk, és mondtam, hogy én pap akarok lenni, mert ő azt mondta, hogy Imrus, ne legyél az, én voltam Debrecenben egy évig teológus, ez nem neked való, te is népi ember vagy, nekünk a népért kell küzdeni, és akkor kieszeltük, hogy én matematika-fizika tanár leszek, ez lesz a kenyérkeresetem, és lesz egy mellékhivatásom, a népért való harc. De én ezt eredetileg is a papi pályán is próbáltam egy kicsit elképzelni, de aztán javítottam, és följöttem Pestre, és akkor fölvettek a Györfi kollégiumba. Akkor indult el a népi kollégiumok, akkor indultak el. Úgyhogy a későbbiekben, hát jó barátságban maradtam a győrfistákkal is. Szóval följöttem oda, és akkor hát egy hétig lötyögtem Pesten, mert én azt hittem, hogy a matematika, a fizika az egy tényleg egy misztikus tudomány, amiben meg lehet Isten találni, mert egy öreg zsidó ember nekem egyszer azt mondott ott a könyvtárban, hogy fiam, látom, hogy te vallásos gyerek vagy, hát ha Istent meg akarod találni, akkor a zenébe és a matematikába lehet megtalálni, ezért lettem én matematikus. De hát sehogy se jött elő az Isten az egyetemi előadások alatt, csak a formulák lettek fölírva a táblán, és ahogy lötyögtem Pesten, megláttam a Rádai utcában a táblát, református teológia, és hát nem mertem bemenni, de írtam egy levelező lapon az igazgatónak, hogy fölvennének meg még, és akkor hát októberben
pótlólag fellettek a teológia, és így lettem teológus, és még a teológián is azért ez a népi vonal, ez dominált bennem, és hát sokat vitatkoztam a teológusokkal, de lassan ez azért úgy háttérbe szólult, és egyre inkább hát előjött a vallásos léne, inkább a vallásos keresés. Amellett aztán hétköznap az emberek ugyanolyanok, mint a többi ember, tehát csak abban különböznek a többitől, hogy nekik van egy vasárnapjuk. És akkor én felfedeztem, vannak emberek, akik hétköznap is keresztjének, tehát otthon is keresztjének, magyarán szólva felfedeztem az ébredést. A Berecki Albert gyülekezetében, a Betániában, és több más helyen már voltak ilyen ébredési közösségek. Ez a 40-es évek eleje. Ez a 40-es évek, igen, eleje. 41-től, és akkor ez erősödött, úgyhogy mire én befejeztem a teológiát, Éva egy évvel később fejezte be, akkor mi már egy nagyobb ébredésre léptünk ki a szolgálatba, akkor tudnék a második világháború alatt Magyarországon volt egy nagy lelki ébredés, ami azt jelentette, hogy emberek valóban odaszánták az életüket Krisztusnak, és hétköznap is hittek abban, amit vasárnap mondtak. Nem csak papok, hanem a laikus hívő emberek is szolgálatba kerültek, és ez azt jelentette, hogy tulajdonképpen népi elemek, fiúk, lányok mentek falvakba, bizonyságot tettek istentisztelet után, és így közelebb kerültek igazába véve gyülekezeti tagokhoz. Református egyház egy szerencsés helyzetben volt, mert volt neki egy nagy formátumú püspöke, Ravasz László, és ő értette, hogy miről van szó, de hát persze azt nem lehetett, hogy nyersen beömöljenek az egyházba ezek az irányzatok, de az lehetséges volt, hogy különféle egyesületekben volt, akkor született a Pro Christo, a Solideo Gloria, ezek ugye ma újra élettek, ebből a Betánia is újra élett, a Biblia Szövetség. Itt történhetett az, hogy én missziólelkész voltam, és akkor jártam a vidéket, volt egy bérletem, és ahova meghívtak evangelizálni, oda elmentem téríteni, hogy úgy mondjam. Éva néni a leány, meg az asszonya között volt ilyen misszionár, és ő is utazott. Mi az, ami ezt lezárta, és miért? Ez tulajdonképpen, ez egy erőszakkal lett lezárva, mert igen, hát akkor már eléggé számban is nagyon komoly dolog volt ez az ébredés, és hát a kommunisták azok mindig realisták voltak, és addig, míg ez nem volt nagy társadalmi jelenség, addig elhanyagolták, de akkor már ezt ők nagyon komolyan vették, és ők tudták, hogy miről van szó, hogy ha fölébredt emberek egy helyen többen vannak, szóval a fölébredt hívő emberrel nem lehet mit csinálni, azt nem lehet marxistává tenni, és akkor hát ugye ők az egyházzal amúgy is le akartak számolni, de itt elsősorban akkor már az ébredésről volt, hogy először az ébredésről számoljanak le. És akkor ők megalkottak egy menetrendet, úgyhogy mi Évával összeesküdtünk 1949 végén, decemberben, és emlékszem rá, hogy a sógorom, a Éva legkisebb húgának a férje, Enyedi László, akkor katonatiszt volt, ilyen műszaki katonatiszt, és hozott magával egy brosúrát, és megmutatta nekünk, és ez a brosúra már a Betánia felszámolásáról szólt. Ez egy kommunista brosúra volt. És akkor már tudtuk, hogy itt beindult a motor,
És hát a Berecki Albert püspök volt az, akinek az volt a feladata, hogy felszámolja az ébredést, és egyáltalán az egyház tevékenységét leszűkítse. Voltak papok, akik szépen visszavonultak, mert minket is úgy búcsúztatott a Berecki püspök, aki különben szeretett minket, mikor jöttünk Sárbogárdra, kijött a folyosóra, mert ő már akkor nem beszélhetett több szem közt őszintén, csak azért nem bent a szobába búcsúzott el tőlünk, hanem kint, átölelt bennünket, és azt mondta, hogy gyerekek, ne csináljatok semmit, akkor nem lesz baj. Szóval az volt a jó pap, aki nem csinált semmit. Na most mi rossz papok voltunk, mert lejöttünk, és akkor hát itt ugyanazt a szolgálatot folytattuk, amit elkezdtünk, szóval itt is embereket akartunk Jézus Krisztushoz vinni, másszóval megtéríteni az újjászületés nagy lelki élményében részesíteni. Na de, hát ez még nehezebb volt szinte, ez volt az igazi nehézség, ez nehezebb volt, mint ellenállni a kommunizmusnak, mert itten a gyökerekről volt szó, és itt egy nagy református gyülekezet volt, nagy kulákság volt, és tőlünk azt várták, ugye, hogy mi kulákpapok leszünk, akik majd a prédikációban szólni fogunk az Isten vigasztalásáról, hogy megsimogassuk, hogy nincs baj, és akkor egyszer csak jön ez a vékony, szőke pap, kese papnak csúfolták különben, és akkor itt hadonász, hogy nekünk meg kell térni, mi bűnösök vagyunk. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon nehéz dolog volt. Most utólag, hogy végig gondolom, hát magam is megrémülök tőle, hogy is volt akkor, de akkor nem láttuk ezt. Akkor csak a tűz égett bennünk, hogy emberek, akik bálványozták azt a 10 holdat, vagy akik belemerültek az iszákosságba, szóval akik bűnben élnek, ezeket mi új életre vigyük. Sárbogárdon nagy volt az ellenállás, és az elvtársak hagyták, hogy az a pap csak kínlódjon velük. És közben aztán azonban az történt, hogy elfogyott az erőnk. Szóval már nekünk nem volt erőnk arra, hogy az akkori körülmények között nem volt erőnk, hogy emberekkel tovább menjünk, de akkor jött segítségünkre egy új hullám, a léleknek egy új hulláma, amit karizmatikus ébredésnek nevezünk. Akkor egészen váratlanul meghallottuk azt, hogy Szabolcs megyébe egy idős, egyszerű parasztasszony profétai ajándékot kapott, mégpedig azt a profétai ajándékot, amelyik leleplezi a bűnt. A misztikának az a lényeg, hogy az ember közvetlenül kapcsolatba kerül a lélek által az Úrral. Tehát nincsen közötte se pápa, se egyház, nincs semmi, se feleség, se barát, csak ő van meg én, és akkor egy dialógus folyik belül az emberbe, és hát ez attól függ, hogy az a misztikus, az milyen fából faragták. Nem tudom, hogy szabad-e magamat misztikusnak mondani, azért nyilvánvalóan, hogy Éva nénivel is együtt is, meg külön-külön is arra törekedtünk, hogy ez a kapcsolat meglegyen az Úrral, és megvan ma is, legalábbis sokat álmatlankodom, de ezeket az álmatlan időket éjszaka, ezt én mindig egy liturgia, van egy éjszakai liturgiám, énekek, imádság, hitvallások, ezt a szolgálatot, amiről beszéltem, ezt egy kicsit befejez, nem szeretem ezt csinálni, mert az emberek hamisak, és hát megtörtént, hogy kezdtek hozzánk jönni,
És akkor az volt az, hogy én mondjam meg, hogy mi az ő bűne. Jöttek emberek, ugye, hogy Imre bácsi leplezze le, de mert egyszer megtörtént az, hogy azt mondta valaki, hogy reszketett, hogy nem mondjam meg az igazi bűnét. De az történt, hogy egy leltárt mondtam el, hogy mit lopott el a gyárból. És akkor, hát ez egy kiskörös, egy fiatalember volt, és akkor ment ki itt az ajtónál, azt mondta, hogy uram, de jó, hogy Imre bácsi nem mondta a kerítést. De a következő pillanatban visszahívtam, és mondtam, te még a kerítésről is szó van, mert a kerítést is lopott, de már az oszlopokat leállította, és félt attól, hogy Imre bácsi bemondja neki, hogy a kerítést is. Hát bemondtam neki végül is, amit aztán ki kellett venni. Na most ezt úgy berekesztettük, ezt a vonalat. Volt-e olyan pont, ahol megijedtettől? Hát nem akarok itt nagy szavakat használni, de hát a karizmatikus emberek mindig nagy kísértésben vannak. Van egy nagyon kritikus pont szerintem az életükben, és az azt jelenti, hogy most lehet belőlük valaki. És hát ez vagy úgy történik, ahogy azt Krisztus kívánná, vagy úgy történik, ahogy te mondod, az ego, ahogy az ember kívánja. Na most, ahogy a Krisztus kívánja, az azt jelenti, hogy meg kell halni. Tehát az emberben az egónak, az önzésnek, a dicsvágynak, a büszkeségnek, és ez tényleg olyan feladat, amit az ember nem tud csinálni. Fájdalmas. Na most a másik, ugye, pedig ha nagyon erős ez a kísértés, hogy de szeretnék valaki lenni, és ezt most meglovagolhatom, ebből jön aztán egy olyan szereplés, amiben már egyre több a psziché, az emberi psziché, és egyre kevesebb a pneuma. És akkor vagy az történik, ezt úgy szoktam mondani, hogy esik az eső, és akkor ebből vagy patakok, folyamok támadnak, vagy tócsák. Na most a Magyarország is tele van tócsákkal, ilyen szellemi tócsák, hogy nincs tovább. Mert a lélek elmegy onnan, ahol psziché van. Az ébredés ma Magyarországon semmiféle formában szerintünk nincsen. Persze vannak emberek itt-ott, akik megtérnek, megtalálják Jézus, mert a Szentlélek munkája az folyamatos, annak nincs megszakítás, csak a hullámokról van szó. És most nincsen, és ez azért van, mert nagyon megkeményedett a nép. A papoktól elkezdve talán mi is bele kell, hogy számoljuk magunkat, hogy sok mindenben csalódtunk, meg éreztük a magunk korlátait is. Szóval van lélek, de nem úgy, ahogy volt, és hát most, hogy jönnek ezek az újabb politikai hullámok, most látom igazán, hogy hát a magyar nép egy nagyon-nagyon rossz lelkiállapotban. Egy pár szót beszéljünk a fiakról is, meg a lányról, a gyerekekről, milyen utat jártak ők be, ugye lett belőle orvos, püspök, lelkész. Igen, igen. Minden gyermekünk az Úr tanítványa lett, és nagy lett fiaink békessége. És minden gyerekünknél kaptam az Úrtól ígéretet, és sokszor egészen fantasztikusan teljesedtek be. Például az István fiamnál ezt az ígéretet kaptam, hogy az ő ideje gazdag lesz bölcsességben és tudományban, és az Úr félelme lesz a kincse. Valahogy úgy vagyok vele, hogy csak szereti Isten ezt a mi népünket. Nem azért, amit mi gondolunk, hogy milyen nagyok voltunk, meg milyen kitűnők voltunk, vagy vagyunk, hanem azért, mert nagyon sok magyar ember szenvedett a magyarságáért. Nehéz elképzelnem, hogy ebben az értelmiségi rétegben kialakul egy ilyen mélyebb vallásos vonulat, mondjuk ilyen pietista, vagy ahogy mondtad, misztikus vonulat,
Mert ebben volna igazán a fantázia, de ez megtörténhet. És megtörténhet, hogy az egész népünkbe is ez megérkezik, és akkor azt jelenti, hogy megérkezik az élet.